Török Bálinton nap Elsőci Ferenc utcában, a régi iskola épületének a tetőcsatornája az udvarba vezette a vizet, így a rézsünk keresztül az udvarra lehulló csapadékkal együtt áztatta a plébánia pincéjét. Az önkormányzat felkérésére a törökbálinti városgondnokság szakemberei egy betonvájút megépítve a plébánia melletti szűk átjáron keresztül a vizet bevezették a Munkácsy Mihály utcai csapadékelfolyó rendszerbe.